aki kapja, marja. Írta Alan Richards. Peter Gilmore, Helyei László. Ernst Elibres, Szirtes Ági. További magyar hangok. Szabó Ottó, Konrád Antal, Vitai András, Újlaki Dénes, Balázs Ági, Kőszegi Ákos. Hány sérült meg? Két láda. Akkora vihar volt, hogy az orvitorláig se lehetett látni. Mit fog szólni Mr. Watson a veszteséghez? Két nappal korábban kapja a több. Na és a kár? Minden nem lehet együtt. A gyorsszállításért újabb rakományt ígért. Járt már itt? Még nem. Azt üzente nem sokára. Amint ideje engedi, jön. Idehaza mi újság? Nyugalmasabb, hogy az apám elment a nővéreihez. De Elizabeth nagyon rossz kedvű. Több levelet is kapott Danieltől, de Sarah azt mondja, egyiket sem nyitotta ki. Komolyan? Mérgében már összetört egy teáskannát, és mindent lejt. Ha ilyen a természete, jobban teszi, ha nem tengerészhez megy feleségül. Fraser meglátogathatná. Képzeld, a nagynényétől örökölt egy házat. Van hozzá krikettpálya, meg egy négy lovas kocsi. Krikettpálya? Na hát. A raktárunkban patkányok vannak. Csapdát állítottam. Beszélnem kell Albert Fraserrel. Ki kell cserélni a főárbócot. Új kötélzet kell. Nagyon sokba fog kerülni. Semmiség. A piacon árulják le Rochelle-ben. Gyönyörű. Nem kellene értesítened Mr. Watsont, hogy milyen kár érte? Nem sokára itt lesz. Különös, sohasem szokott késni. Nyilván neki is vannak gondjai. Hát azt hitte, az üveg nem számít, az nem is rakomány. Csak egy jelentéktelen szállítmány volt Rochelle-ből. Néhány vacak csomag a fedélzeten. Honidn fedélzetén? Igen. Az nem is érdekelte magát, hogy én ezért haragudni fogok? Néhány shilling az egész. Ki hitte volna, hogy magát érdekli egy ilyen kis rakomány? Ezt majd én döntöm el. Ha szívességet kér tőlem, elvárom, hogy maga is szívességet tegyen nekem. Hogyan, mit számít ez a néhány láda a fejlőzeken? Neki az a néhány láda is rakomány. Nem tűröm el, hogy bárki is bátorítsa. Ha valahány jött-ment hajótulajdonost bátorítanánk, hamar becsukhatnánk a boltot. Gondolnunk kell a kikötő jó hírére is. Ha valaki csődbe jut, az a mi nevünkön is foltot ejt. Ha valaki rossz munkát végez, és meginok benne a bizalom, azt nekünk is felrólják. Igenis, nekünk, régi üzletembereknek. Nem értem önt. Ha jól tudom, maga Indiával is kereskedik, méghozzá az én hajóimmal. Igen. Ha számítani akar a hajóimra, azzal sért meg a legkevésbé, ha én rám bízza a jelentéktelen csomagjai szállítását is, érti? Majd azt mondja Onidnek, hogy nem volt megelégedve a szállítással, találjon ki valamit. Edmond, jó bemutatom reggelt, a fiamat. Edmond, ő Mr. Watson, a Watson és jó reggelt, Watson. Uram. Jó reggelt. Különleges feladattal bízlak meg, fiam. Mr. Watsonnak van sokféle apró szállítási ügye a csatorna túloldalára. Jelentéktelen csomagok. Azt akarom, hogy elintézd, a legjelentéktelenebb rakományt is vállaljuk. Mindenben a cég rendelkezésére állunk. Természetesen, Mr. Watson. De el ne felejtsd, nekünk még a legkisebb láda sem kicsi. Feltéve, ha a nagyokat is mi szállítjuk. Rendben van. Jól van, Mr. Watson. Ennél kedvezőbb ajánlatot nem is kaphat. Még az is lehet, hogy záradékot írunk az esetleges károkról. Károkról? Még nem hallotta? Nem sokára meghallja a jó hírt.
Annyit megtehetnél, hogy elolvasod, mit ír. Elolvasom majd, ha kedvem tartja, de nem előbb. Ugyan már, Elizabeth, le ne harabd a fejemet. Daniel hónapokig távol lesz. Ha nem érzed jól magad, orvoshoz kéne menned. Maradt még egy kis tej? Hová mész ilyen korán? Egész éjszaka nem aludtam a gyerek miatt. Nem tudhatja szegény, hogy te ébren hánkolódsz. Miért nem próbáltad meg elhallgattatni? Egy kis babát? Hiszen az csak jót tesz a tüdejének, hogyha sír. Te ezt nem is tudtad? Nem tudtam, hogy te az ilyesmihez is értesz. Te, ez a lány egyre idegesebb. Ő meg egyre csak távolodik. Ki? Daniel Fogarty. Ja, igen, igen. Minél hamarabb elveszi, annál jobb nekünk. Nem értem, miért kell Danielnek addig várnia, amíg kapitány lesz. Nyilván szeretné, ha mindent megadhatna a feleségének, amit akar. Nagyon jól meg tudom érteni. Én is így csinálnám. Ugyan, Robert, hallgass. Végre elaludt szegény. Nehogy felébreszt. Majd én gondoskodom rólad, kisfiam. Van az öreg úr. Négy szem közt beszélek Mr. Lyons-szal. Miért ilyen titokzatos? A kapitány az éjszaka szívrohamot kapott. Szem, hiszen nincs is szíve. Kopenhágában kapta az elsőt. Úgy hozták fel a hajóra. Berúgott, mi? Nem tudom, nem kérdeztem. No, és meghalt? Nem, de feküdnie kell. Te jó Isten, szegény öreg szem, kövé változtatta a felesége. Akárhová lép az ember, mindenütt csak baj van. Hát köszönöm, hogy értesített. Első tiszt vagyok a Thomasinál. Aha. Ide küldtek, hogy vigyem haza a hajóját. Hogy maga vigye haza? Az ügynök utasítása. Itt van a levele. Nekem nem utasson leveleket. Azért csak nézze meg. Évek óta járok ezzel a hajóval. Több szörnyűséget láttam szemberet oldalán, mint... Nem rendelhetnek alá egy kölyöknek. Fogarty a nevem. Fogarty kapitány. Minden hiába. Sajnálom, de Kellon megzsarolt. A kárról nem tehetek. Ismeri az öblöt, a hajó is megsérült. Ennek semmi köze a kárhoz. Maga jó üzletember, és eddig azt hittem a maga ura. Magának nincsen klippere. Kellonnak van. Az indiai utakat csak ő bonyolíthatja. És a kárt le kell vonnom a jutalékából. Ezt nem teheti meg. De igen, megtehetem. Két nappal korábban jött. De két ládát elvesztett. Próbálkozzon másik kikötővel. A cégvezetőm kifizeti, de most dolgoztunk együtt utoljára. És a partmenti kereskedelem megígérte? De nem ígértem meg biztosra. És időközben figyelmeztettek. Nem bízhatom magára. Úgy is eszi a féreg a fát magának, ott volna a helye közöttük. Na csak, jó napot, Mr. Fraser. Igazán meglep, hogy itt látom. Miért? Tán járvány ütött ki? Amit terjed, az rosszabb a járványnál is. Mr. Watson, pocsék kedvében van. Kellon megszorongatta. És? Hát, újabb rakományt ígér, de visszavonta. Vannak más kereskedők. Igen, igaza van. Látta a sérüléseket odafönt? Ki kell cserélni az orbitorla árbócát, egy-két napos munka. Sajnálom, de muszáj lesz pár hétig várni. Mindenki az új gőzhajón dolgozik. Micsoda időpocsékolás. Látom, maga is ellenzi az úszó teáskannát. A szél ingyen van, mindenki használhatja, a gőzhajó építése drága, a fenntartása szintén drága. Sokba kerül az üzemanyag, kevesebb hely jut a rakománynak. Könnyen kigyulladhat, ráadásul fel is robbanhat. Igaza van, csak ugyanezek a hátrányai. Gondolkozott már azon, mi a fő előnye? Mi? Két pont között a legrövidebb távolság. Az egyenes vonal. Valami másról akartam beszélni magával. Egy nagynénémtől örököltem egy házat. Igen, en mondta. De van egy kis bökkenő. Bökkenő mindig van. A házzal együtt örököltem egy másik nénit. Még így is kifizetődő. Nézze meg. Nekem nincs erre időm. Tudja, ez a másik nagynéni, akit örököltem, harap. Harap? Ha velem jön, a néni talán megembereli magát. Mindenért belém köt, de ha maga is ott van velem, talán udvariasabb lesz. Nagy szívességet tenne. Egy új csapóajtó. Vitor Larúd. Talán akad rá egy embere. Hölgytársaságban még kellemesebb lenne. A ház igazán szép, hozza el a feleségét. És talán Miss Elizabeth-et. Elizabeth-et? Igen.
Mostanában nem érzi jól magát. Levegőváltozás. Ha rendbe hozatná 10 napon belül a hajómat... Ahogy kívánja, meg lesz. Fogárti távol van, nem kellemetlenkedhet nekünk. Még legalább egy hónap, mire hazaér. Hiába is várja a kedvező szelet, elszalasztottuk az apályt. Okosabb, ha semmit se csinálunk, hanem várunk holnapig. Szólítsa az embereket. Épp az imént pihentek le. Hát keltse fel őket. Azt nem tehetem. Hogyan? A maga fiatalember előbbre akar jutni, de én ismerem a fiúkat. Szóval ismeri őket. Ha nem teszi, amit mondok, maga is közéjük kerül, és egész hazáig az embereivel dolgozhat. Mr. Lyons. Na most meg mit akar? Azt mondják, minden gyorsan megtett úton elveszik egy ember. Maga lesz az. Megkerüljük azt a fokot, csúsztatjuk. Csúsztatjuk? Úgy van, horgonnyal. Gondolja, hogy kibírja? Kibírja. Azt mondtam, sietünk, hát sietünk. Csúsztatáshoz felkészülni, gyerünk! Igenis. Küldje ide az ácsot, Mr. Lyons. Nem bánja meg, Mr. Watson. Ebben biztos vagyok. Apám ragaszkodik hozzá, hogy egyedüli szállítója legyen. Ah, Mr. Watson, mindennel meg van elégedve? Látta a károkat érintő záradékot? Igen, köszönöm, Mr. Kellon. Higgyel, nem fogja megbánni. Köszönöm, uram. Isten áldja, Mr. Watson. Mr. Watson. Köszönöm. Íme egy elégedett ügyfél. Kényszerítetted, hogy az legyen apa. A saját érdekében. Lehetetlen, hogy James Oniden ennyire fontos legyen. Amíg egyedül van, nem az. Tanuld meg, fiam, hogy az egyeduralmat meg is kell tartani. Az ilyen jöttmenteknek nem szabad helyet adni. Rosszat tesz a hitelnek, és az úgyis kevés. Arról nem is szólva, hogy milyen látszatot kelt. A vezető helyet mindenképpen meg kell tartani. Gondolod, hogy Oniden végül csődbe jut? Valószínűleg. Kevés a tartaléka, és már a legénységét is alig tudja fizetni. Vajon megmaradnak nála? Mit mondasz? Oniden legénysége. Megmaradnak nála? Csak egy első tisztje van. Ez még nem is jutott eszembe. Nem kellene belekeverednünk. Hová is készül az az amerikai klippered, mond? A Frisco-bel? Igen. Bostonba megy. Szólj a kapitánynak, hogy nézzen be hozzám, mielőtt elindul. James, mi az ördögöt csinálsz? Semmit, csak felpróbáltam a frakkom. Táncoltál már benne? Igen, de csak egy-két lépést. Táncolni is tudsz? Az üzlet hamupipőkét csinált belőlem. Albert Fraser meghívott bennünket a házába. Elizabethet is. Elizabethet? Igen. A nagynénye minduntalan beléköt, és azt akarja, látogassuk meg, hát ha meglágyul. Ezek szerint váltad? Nem, csak gondoltam, felpróbálom a frakkot. Tánc is lesz? A kettő együtt jár. Egyszer már táncoltam benne. Sydneyben. Egy regatta után. Soha nem hittem volna, hogy egyszer még ilyennek látlak. Mert táncoltam Sydneyben. Hogy egyáltalán táncolsz? Mindig annyi a dolgom. Jó volna, ha másképp volna. De sajnos nincs partnered. Sydneyben volt. És itt? Talán vehetünk neked egy új ruhát. Te valamit tervezel. Na és milyen volt az a hölgy a partnered Sydneyben? Egy kapitány lánya. Igen? Valóságos szépség. De volt egy hibája. A hozomány? Megcsípte a fagy. Megcsípte a fagy Sydneyben. Csak a gyelvét. És az anyja se adta áldását ránk. Két jégcsap remekül összeillettek. Talán szerencséje volt. Nem neki. Nekem. Rá tudod venni Elizabethet, hogy eljöjjön? Hát Albert Fraser sohasem adja fel a játszmát. Én feladnék bármit is. Tényleg veszünk neked ruhát. Fogarty nem engedné meg, ha itthon volna. Még egy hónapig távol lesz. Majd szólok Sarának, akkor nem lesz olyan nyilvánvaló. Nyilvánvaló? Mint hogyha te mondanád. Szabad egy táncra? Majd feljegyzem a táncrendembe, uram. Előbb meg kell néznem a patkányfogókat. A bátermünkben hivatlan vendégek vannak. Bár volna egy nagynénéd, aki hagyna rád egy házat. Majd körülnézek, hát halkad egy. James? Rád ér, te meg mit keresel itt? Az üzlettársam ellenőrzi a főkönyvet. Mi másért jöhetne?
James, mostanában kerülsz engem. Igaz? Amióta visszatértél, el sem jöttél hozzánk. Bocsáss meg, Rubber, de amióta Enni és én jobb társaságban forgunk, valahogy semmire se jut időnk. Az imént hallottam, hogy a Charlotte Rose megsérült. Ugyan már semmiség. 50-60 fontból kitelik a javítás. 50-60 font? Bátorság, Rubber, bátorság. Igen, de már van rajta 250 font zálogkölcsön, és ezen a raktáron is 200. És a gazhitelezők minden oldalról szorongattak. Ha? De csak ne izgulj, Rubber, nem sokára nem lesz gondunk a pénzzel. Ezen a hétvégén különleges szövetségre lépünk egy hajógyárra. Azt mondja a hétvégére, Mr. Fraser nagynénjénél. Mr. Fraser örökölte a házat, de az a nagynéni ott maradhat, amíg él. Vén sárkány. Nem tudom, hogy nekem mi csak a társaság kedvéért. En nagyon szeretne elmenni. Azt mondja, új ruhát is kap. Egy lépés fölfelé. Egy lépés fölfelé? A társadalmi létrán. Nos, akármiről is van szó, nekem semmi közöm hozzá. Csak nem azt akarod mondani, hogy nem mész el? Éppen elég más gondom van. Hogy nem kapaszkodik, szátonyra futunk. Nem lesz semmi baj. Gyerünk! Úgy jöjjön ki az a horgony, mint a 14. gyerek. Húzzák fel, emberek! Gyerünk, gyerünk! Ez az emberek! Nézd azt a partot. Azon a sziklán végezzük, hogy nyerjünk egy napot. Nagyon siet, hogy hazaérjen. Húzzák meg a köteleket! Mr. Lyons, talán a nyugdíjára vár? Köteleket meghúzni! Hogy nem jön el? Muszáj eljönnie, hiszen a húgom. Nem tartozik engedelmességgel. Egyébként sincs jól. Na és aztán attól még jöhet? Ha egyszer nincs kedve elmenni. Figyelj, Fraser majdnem ingyen rendbe hozza a hajót. Látni akarja Elizabethet, muszáj eljönnie. Tessék! Maga mit akar? Engedelmet a távozáshoz. Jól van, de jöjjön vissza idejében, hogy elvihesse a hajógyárba. Mr. Bales már hetek óta nem kapott el távozást. Köszönöm, asszonyom. Hová készül? A kocsmába? Nem, uram, a nővéremhez a Wellington Streetre. Rendben van, menjen csak. Na és Mr. Bales fizetése? Legyen szíves, írja alá, Mr. Bales. Hát, nem tudom biztosan. Azok után, hogy megtanítottam. Aláírja rendesen, tudja, hogyan kell. Jól van, asszonyom. Megpróbálom. Így. Nagyszerű, Mr. Bales. Köszönöm szépen. Aztán igyekezzen vissza. Igen, uram. Ez az ember a jobb kezed. Okosabban tennéd, ha ezt éreztetnéd is vele. Majd, ha lesz rá idő. Azt reméltem, hogy ebben csinosabb leszek. De már nem bízom benne. Illik hozzád. Ez nem sokat mond. Ez a legfontosabb. Bárcs. Én is sokkal jobban érezném magam. Azt hiszem, a nagynéni szörnyű sárkány. A neve Letisa. Albert retteg tőle. De James nem. Nem is ismeri. Szóval Albert ötlete volt. Igen. Ugye mégis eljössz. Biztos a játékok is lesznek, ahogyan az ilyenek csinálják. Milyenek? Az előkelőségek. Látom, hogy te mindenáron közéjük akarsz kerülni. De egyedül nincs kedvem hozzá. Jaj, Elizabeth, gyere el az én kedvemmel. Jól van, elmegyek. Csak ugyan. Csak is a kedvedért. Legalább elszabadulok Sarah gyerekétől.
rám férne egy nyugalmas éjszaka. Azt hiszem, megpróbálkozunk a csúcsvitorlával is. A csúcsvitorlával? Teljes erejéből fut. Nem szabad ennél jobban megterhelni. Bírja ez jobban is. Legyen szíves. Hadd lássuk meg, milyen hajó ez. Csúcsvitorlát felhúzni! Csomagoltasd be, aztán vidd el a Friscoverre. Ma este indul Bostonba, a kapitány szívességet tett nekem. Add át neki az üdvözletemet, és... Nem. Mondd azt, hogy egy jó akarója küldi. Fura egy alak, és okosabb, ha így csináljuk. De ha én viszem, tudni fogja, hogy kitől kapja. Nem nagy baj. Aztán igyekezz, hogy minél előbb elhagyd a fedélzetet. Mr. Baines eltűnt. Nem járt itt? Nem hagyott üzenetet? Nem. Szóval mégis elkapták. Elkapták? Különben nem hagy itt egyetlen szó nélkül. Ha, majd találsz másik első tisztet. De nem ilyen olcsón. Figyelj, milyen hajók vannak bent? Úgy értem a kikötőben. Várj egy pillanatig. Kelon hajói? Ne, egy hajója sincs itt. Nem? De úgy látom, hogy áll bent egy klipper. A San Francisco Bell. Gazemberekből toborzott legénységgel. A részeg volt, elkapták. Azért nem tudhatod biztosan. Nem, de... elmegyek a nővéréhez. És ha nincs ott, tudni fogom. Egy jó akaromtól. Az édesapja nagyon fura alak. Ő is éppen ezt mondta magára, kapitány úr. Ez minden? Azt is mondta, siessek vissza a partra. Várjon! Mutassa meg neki a csomagot, Hész. A csomagot? Erre, uram. Ki ez? Nincs neve. Mindig mi nevezzük el őket. Hát csak ugyan ezt akarta az apám. A maga apjának ehhez semmi köze. Valahogy a fedélzetre pottyant, mi meg elkaptuk. És a többiek? Nem liverpooliak, mind rigában szálltak be. Ezek az emberek szörnyű állapotban vannak. 10 perc sem telik bele, és valamennyiből matróz lesz. Okosabb, ha partra száll. Egy ilyen kiklippert keresek. Hm? A Frisco Bellt. Épp most vontatták ki. Úti célja? Boston. Boston? Boston és New York. Ha lemaradt, annak csak örülhet, pajtás. Buddy Hayes is rajta van. Az egy hasfelmetsző, a pofájára van írva. Elérem. Még elérem. Na csak. Mi történt? Újabban korán kelő lettél? Egész éjjel itt voltam. Azt mondtam, az anyádnak vendégségben vagy. Méghozzá az unokatestvérednél. Felmentem a Frisco befedézetére. Na is?
Láttam azt az embert. Miféle embert? A csomagot. Szabad a székemet? A fedél köz teli volt emberekkel. Szörnyű állapotban voltak. Brutális módon összeverve. Ne izgass fel magad, fiam. Kemény fickók, ezek nem árt meg nekik. A jó szóból úgysem értenének. A legtöbbje amúgy is csak részeges csavarkó. Hogy tettél ilyet? Elraboltattad azt az embert. Elraboltattam? Ez a szó mesekönyvekbe való. Válaszolj nekem! Nekem az üzlet az első, és semmi más nem érdekel. Oniden első tisztje Baines, igaz? Az ilyeneknek nincs nevük. Többnyire név nélkül születnek, és az is biztos, hogy név nélkül halnak meg. Minek izgatod magad emiatt? Neked már pozíciód van az életben. Azért harcoltam, hogy soha ne kelljen lejjebb adnod. Ugyan már. Ne vitatkozz velem, fiam! Tudom én, hogy nagyon nehéz felnőni, Edmond. Nehogy azt hitt, hogy nem tudom, de akkor is fel kell nőnöd. Igaz, Isten előtt mindjárt egyenlők vagyunk. Hálásak lehetnek érte. De többre ne számítsanak. A kereskedelemben egyetlen szabály létezik. Aki kapja, marja. Aki kapja, marja. Úgy van. Tanítattalak. Jó nevelést kaptál, akár csak a nővéreid. Egyetem, európai körutazás. Több, mint ami nekem jutott. De ezt a kikötőt nem a tudás építette, sem egyetemi professzorok, ahogy a mi birodalmunkat se. Karddal szereztük, és ha meg akarjuk tartani, csak karddal tarthatjuk meg. Ugyanez vonatkozik az üzleti világra is. Vannak, akik cselekszenek, még mások magyaráznak. Én a kezdettől azt reméltem, hogy te a cselekvők közé lépsz. Nos? Tudom, hogy ez a dolog megdöbbentett, és büszke vagyok a te keresztényi érzéseidre. Különben ideje elmenned Watsonhoz. Legjobb lesz, ha elviszed ebédelni, és kedvesen elbeszélgetsz vele. Tudod, Mr. Watson nagyra értékeli a finom érzéseket. Nem szabad utána menned. A torkolatnál le kell tennie a révkalauzt. Ott még utolérem. Hiszen indulnunk kellene Albert Fraserhez. Ja, igen, hát kérj bocsánatot a nevemben, és mondd, hogy megyek, amint tudok. Felszállhatsz arra az amerikai hajóra? Minden további nélkül? Nem tudom nélkülözni Baines-t. Hogy akarod kiszabadítani? Majd meglátom, ha már a fedélzeten vagyok. Baines, első tiszta Charlotte Rawson. Bolacek. Nem, mondtam, hogy a nevem Baines. Bolacek. Elfelejtetted, mire tanítottalak? S és N. S és N? Hogy süket vagy és néma? A nevem Baines! Hát eltökélted magad? Mi ez? Ócskavas, fel kell készülnöm. Ezek a jenki hajók egy törvényt ismernek. Az ököl törvényét. Felfegyverkezve mész? A nyomaték kedvéért. Vagyis, ha nem akarnak meghallgatni... Ha ott a révkalauz, muszáj meghallgatniuk. Muszáj? Tőlem ne raboljanak embert. Veled kéne mennem ahelyett, hogy Albert Fraser nénikéjével bájologjak. Szóltál valakinek? A kikötőparancsnokságnak, de kinevettek. Mit számít nekik a tengerész? Vigyázz magadra. Nem is tudod, mennyire féltelek. A fegyver miatt? Sose használtam. Akkor minek viszed magaddal? Nehogy engem is elraboljanak. Ez nem tréfa, James. Kapitány keresi a tisztjét. Eljönnél utánam is? Attól függ. Mitől függ? Hát attól, hogy mit vittél magaddal. Vigyázz magadra. Most valahogy olyan kicsinek látlak. Kicsinek? Nagyon fontos vagy nekem. Na, te nagyobb veszélyben leszel Letty is a néni nyelvétől. Lehet. Hogyan kell majd szólítanom? Hát, mi lenne, ha néninek szólítanád? Na jó van, majd Frasernél találkozunk. Ha nem, akkor majd írok Bostonból. Orbitorla kötelét leengedni, igyekezz. Igen is, uram. Köteleket leengedni! Szóval szívrohamot kapott. Pedig én figyelmeztettem, hogy ne higgyül annyit. Azért magára nézve szerencse. Alkalmat kapott rá, hogy bizonyítson, és ezt meg is... Igyekezzenek már! A jövendőbeli sógora. Fájhat is a feje. Mitől? Nyoma veszett az első tisztjének, Baines-nek.
A fedélzeten kellett volna tartania. Ha beszélni akar vele, nem akadályozom meg. De nekem valahogy nincs hozzá kedvem. Forduláshoz készen! Nem érek rá beszélgetni. Sem magával, sem a gazdájával. Hamar hazaért. Hallom, eltűnt az első tisztje. Magának meg a hajója? Éppen ellenkezőleg. Hogy van Elizabeth? Sok programja van. Sok programja? Ezt meg hogy érti? Mit jelentsen az, hogy sok programja van? A kapitányok nem ordítanak. Matrózokat vesznek fel, azok ordítanak helyettük. Volacek! Volacek, én rám vagy bízva. Hozd magad rendbe, hogy öröm legyen rád nézni, és gyere a fedélzetre. Na! Hayes a nevem, uraim. Bully Hayes. Jegyezzék csak meg. Hogy milyen Elizabeth, Mr. Fraser? Soha nem pontos. Nem baj, hiszen előttünk az egész hétvége. Bárcsak én is magukkal mehetnék. Megrágalmazták. Megrágalmaztak. Azt mondták, hogy soha nem készül el, és mindig elkésik. Igazán gyönyörű. Köszönöm. Hol van James? Talán holnap utánunk jön. Na hát, akkor csupa gyönyörűség az élet. Induljunk, hadd legyünk ott minél hamarabb. Szerencsénk van. Még nem küldték vissza a révkalauzt. Köszönjük, uram. Már is indulunk. Jó szelet kaptunk. A schooner! Aha, a Charlotte Rhodes. Onídn kapitány hajója. Vidéki hétvége. Elkísérte Ant Albert Fraser házába. Fraser? Nem tudta, hogy hazajöttem? Nyugodjon meg, Daniel, nincs ebben a világon semmi. Tudja, James úgy gondolta, James! Hogy... Elizabeth is el akart menni. Tudja, hogy van ez először, nem akart, aztán mégis... A hajómat jelezték Falmouthnál. Miért nem mondták neki? A Thomasinát. A Kaledónia, arra neveztek ki kapitánynak. Kapitánynak? Engedje meg, hogy gratulálj. Elizabeth tudta. Nem olvasta el a leveleimet. Utoljára Falmouthból írtam. Elizabeth nem érezte jól magát. Úgy értsem, nem olvasta el a leveleimet? Nem. Nem? Ne izgassa fel magát, Daniel. Ha meglátja, örülni fog magát. Nekem ne beszéljen mellé. Ide hallgasson. Azt hiszi, én nem tudom, mit akar James. Kiismertem én a maga drága öccsét. Azt a nyomorultat semmi nem érdekli, csak a pénz. Hol az a ház? Az Istenért csak nem akar oda menni. Megnősülök, amíg itthon vagyok, az öccse nem érdekel. Hol az a ház? Tárgyalni akar velünk? Tárgyalni? Egyszerűen az utunkba áll. Nem enged közelebb. Többet veszíthet, mint mi. Ott a révkalauz, aki mindent lát. Segítséget kér öntől, uram. Itt én vagyok a kapitány, nem kértem tanácsot magától. Ha egyszer segítséget kér, önnek kötelessége meghallgatni. Maga nem sokáig maradna életben más vidéken. Brit felségvizen van, kapitány. Ha neki megy annak a hajónak, készüljön fel rá, hogy bíróság elé kerül. A megbízóival együtt. Csiklandozzuk meg az orrát. Igenis, uram. Hát készülni, emberek!
hivatalos minőségemben figyelmeztetem, kapitány. Mi baja van? Gyenge a vesélye? Megfordulni? Igen, uram! Rendben. Csónakkal átmegyek, addig tartsa egy helyben. Ha megfordul a szél, húzza be a fővitelt. Egyedül nem bírok vele. Vágja el a kötelét. Elvágja. Nélkülem úgyse jut vissza. A nevem Onédon. A Charlotte Rhodes kapitánya vagyok. Az első tisztem itt van az ön hajóján. Elrabolták Liverpoolból. Remélem, nem ezért jött utánunk. Ezen a hajón nincs olyan, akit elraboltak volna. A neve Baines. Meg fogom találni. Az én hajómon nincs ilyen nevű ember. Tudom, hogy itt van. Nélküle nem megyek el. Ott van! Mr. Baines! Kapitány úr! Kapitány úr! Azt az embert úgy hívják, hogy Volacek. Rigában állt be a hajóra. Jót tettünk vele. Nyomorék. Nyomorék? Nem tud beszélni, süket néma. Rigában csupa süket némát vettünk fel. Na látja, hiába vesztegette az idejét, mister. Vigye magával a révkalauzt. Baj van a vesélyével. És ez itt a reggelizőszoba, bár emlékezetem szerint soha senki nem reggelizett benne. Mi a véleménye, Mrs. Onédon? Roppant kellemes szoba. Kedveli a porcelánt? Nekem elég kevés van. Parancsoljon, üljön le. Kedvesem. Ugye nem azért jöttél, hogy kilakoltas, Albert? Hogy mondhatsz ilyet? Edna néni úgy kívánta, hogy továbbra is itt lakj, Letisa néni. Szóval még nem házasodtál meg? Semmi jele? Semmi. Albert nyelve úgy forog, mint a motolla. Nem gondolja, Mrs. Onédon? Én szeretem, ha egy férfi jól ért a szavakhoz. És maga, Mrs. Onédon? Hát, nem is tudom, mit mondjak. Akkor egyáltalán nem hasonlít Alberthez. Nagy csalódást okozott nekem, hogy a férje nem jött el. Nekem is. Szívesen láttam volna ilyen gyönyörű környezetben. Én nem erre gondoltam. Valami hiányzik innen. Ennek a háznak férfira van szüksége. Magadra hagylak, Albert. Szórakoztass tovább a hölgyeket. Légy figyelmes hozzájuk. Csak aztán vigyázz, el ne veszítsd a fejedet. Tessék, a kézjegye. Rigai dátum, ott vettük fel. Ha tudna beszélni, ő is megerősítené. Mr. Baines, ez a maga kézjegye? Ezek nem beszélnek, a tisztek szólnak helyettük. Akkor írja le a nevét. Ki ez? Alá tudja írni a nevét, és ha törvényesen veszik fel, meg is tette volna. Akkor se tudná leírni, ha az élete függne tőle. Hadd írja alá a nevét. Révkalauz úr. Így igazságos, kapitány. Hadd írja alá a nevét. Tessék. Azt hiszi, nem ismerem fel a saját tisztemet? És látom, alaposan helyben hagyták. Brit kikötőből maguk nem rabolhatnak el embert. Maga lesz a tanúm, Révkalauz úr. Persze parancsra tette. Nekem itt senki nem parancsol. Maguk brit felségvizen vannak, tehát vissza kell küldeniük. Különben nagy bajba kerülnek. Erről a hatóságok is tudomást szereznek. És amikor Kellon megtudja... Az ügynek semmi köze Mr. Kellonhoz. Ponyvába tekerbe hozták ide. Az első tisztemet akarom. És elfelejtem. Kötelességem figyelmeztetni, kapitány, hogy a kikötői rendszabályok... Adjon értem... nekem békét a rendszabályokkal. Elviheti. És ha nem akar több bajt, kapitány úr, kérem a bérét is. A bérét? Két napi munka. Mennyi is az? $1. Minek néz maga engem? Tökkel ütött hülyének? $1.
és elfelejtem. El kellett volna intéznem a hajóját. Tessék, hogy legyen mit hazavinnie a nővérének a Wellington Streetre. Mi baj van? Lett is a néni. Tudja, nagyon szókimondó, és remekül ért hozzá, hogyan hozzon zavarba másokat. Nekem tetszik a néni. És a ház is. Mégsem érzi jól magát, ahogy szerettem volna. Milyen különös. Amit eltervezünk, sohasem olyan kellemes, mint ami csak úgy megtörténik. Én ezt nem mondanám. Nem? Nem. A nagynéném azt hiszi, nem tudok udvarolni. Ő kiválóan ért az ilyesmihez. Mégsem ment soha férjhez. Kellemetlennek talál? Megbántottam? A nagynéném gondosan ügyel arra, hogy Anne jól érezze magát. Hozzak talán egy pohárka italt? Nagyon figyelmes hozzám. De az, amire az imént célzott, egész lehetetlen. Sajnos jóvá tehetetlenül. Látom, nagyon nyugtalan. Igen. Én sem vagyok méltó a bizalmára. Nem mondhatom el önnek. Jaj, drága Albert. El az utamból! Fogarty! Mi az ördög történik? Hogy kerülsz ide? Nem egyszer, de százszor megmondtam, hogy a mennyasszonyom vagy, és nem tűröm, hogy ilyeneket művelj a távollétemben! Az Isten szerelmére! Agyonhajszolom a legénységet, és mi vár idehaza? Te meg az a kicsicsázott fiszúr, együtt szórakoztok! Ebből elegem van! Tudni akarom, hogy ki ez az alak! Pokok? Azt pokok? Mondom. Átadta a névjegyét? Micsoda? Van névjegye, uram? Hivatlanul törte az én neve. De nem érdekel a neve, a mód, ahogyan betört ide, önmagában is elég a bemutatkozáshoz. Ez a személy talán valami kapcsolatban áll önnel, Miss Oniden? Igen. Ez esetben, uram, nagyon lekötelezne, ha levenni a fejéről a sapkáját. Lett is a néni? Igen. Miss Elizabeth az én vendégem. Ki volt ez? Azonnal tűnj el a szemem elől! Kérlek. Kérlek. Hagyj magamra, Daniel. Nagyon kérlek. Korábban hazajöttem, mert valaki beteg lett. Azt mondták, minek sietek haza. Úgyis csak a baj vár. Én éreztem magam. Annyira szégyenkeztem. Nem lettem volna képes ott maradni. Sajnálom, hogy tönkretettem a hétvégét. Istenem, mihez kezdek most? Mit tehetnél? Szembe kell nézned vele. Minden cselekedet következménnyel jár, és azzal szembe kell nézni. Kitaláltad? Sejtettem. Ma este bizonyos lettem benne. Ugye senkinek nem árultad el? Nem tartozik rám. Daniel Fogarty rendes ember, és lesz olyan jó férj, mint bárki. Nem te vagy az első, akivel megtörtént, és nem is az utolsó. Örülnöd kéne. Örülnöm? Tudod, mennyire szeretnék a helyedben lenni? 3 hónapja vagyok férnél, és alig várom. Márpedig én nem örülök. Békülj ki Daniellel, és tedd, amit mond.
Nem tudom, mit fog szólni James. Ugyan, mi köze ehhez Jamesnek? Hiszen a bátyád. Amióta tudom, senkire sem gondolok, csak Albertre. Albertre? Tudom, hogy örökké csak Danielre kellene gondolnom, de eszembe se jut. Nem szeretem. Ahányszor csak meglátom, semmi más nem érzek, csak megbánást. Van itt valaki? Van itt valaki? Robert! Láttam, hogy világos van. Mit csináltok itt? Azt hittem, elutaztatok hétvégére. Közben meggondoltuk. Igen? Miért? Nem lett volna szabad elfogadni a meghívást. Elizabeth bolondságot csinált. Teherbe esett. Gyereket vár Danieltől. Igen. Atya úristen! Na hát, és te tudtad? És elfogadott Fraser meghívását a hétvégére? Fogerty. Tudja már? Még nem. És Albert Fraser? Ugyan már, honnan tudná? Hát hallom, ki tud még róla? Kicsoda? James tudja? Nem. Magasságos ég. Magyar hangok. Helyei László, Szirtes Ági, Szabó Ottó, Konrád Antal, Vitai András, Balázs Ági, Timár Éva, Kőszegi Ákos, Újlaki Dénes, Cvetkó Sándor, Juhász György, Farkas Antal, Tolnai Miklós, Komlós András, Hol János, Zsolnai Júlia, Dimulász Miklós. Magyar szöveg Prekop Gabriella, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Hornyák Mihály, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Kosztola Tibor, fényképezte Cam Westbury és Peter Hall. A szinkron a Videovox Stúdió Kft.-ben készült. Peter Graham Scott.